Szombaton Pilis Csabán rendezték a judósok junior országos bajnokságát, ahol a Bajai Judo Klub 5 versenyzővel vett részt. 66 kg-ban U23-as bajnokunk Végvári Martin úgymond hozta a kötelezőt, hiszen biztosan nyert. Az igazán nagy meglepetés azonban 60 kg-ban, amíg csak ifjúsági korú kapitány Bálint ezüstérme a nála sokkal idősebbek között. Úgy érzem, hogy túl teljesítettem magamon, az edzőm és a saját elvárásaimnak megfeleltem. És hát ez a második helyre volt elég. 19-20 fős mezőny volt, az összes meccsemet nálam idősebben vívtam meg, ebből 3-at nyertem, és 1-et veszítettem. Első éves ifi versenyző Bálint. Az ifi korosztály az 3 éves, a junior korosztály az szintén 3 éves. Akkor ki lehet számolni, hogy volt, hogy nála 4-5 évvel idősebbekkel is mérkőzött. Úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog, amit ő elért. Ez az eredmény igen nagy meglepetés. Én rendkívül meglepődtem és örültem is ennek. Pontos adatokat nem tudok az ellenfeleim korával kapcsolatban, de azt tudom, hogy nem egy-két évvel voltak idősebbek. A fiúk mellett a bajai lányok is oda tették magukat, hiszen 48 kg-ban a szintén ifjúsági korú Németh Henrietta 5., 57 kg-ban Kneti Gemőke 3., 78 kg-ban pedig Szigetvári Mercedes lett ugyancsak 3. Kapitány Bálint nem sokat pihenhet, hiszen a következő hétvégén már Teplicében bizonyíthat egy ifjúsági Európa kupán. Fesztől a Teplicében? Hát szívesen elcserélném ezt a magyar bajnoki érmet egy ottani Európa-kupa éremre.